Na várj, ti ketten megvagytok, ugye? Te is megvagy. Ő mögöttük, de mondom, ne bánsz, épp hogy a kicsitől. Csajok, fejfejt jönni 100%. Tudod mi a lényeg? Hogy a kicsitől jövünk, egy fokozatosan ráteszünk. Tudod mi a gyenge vadász? Mögöttük menj. Kicsim, fönn megállunk az egyenes végén, és elindulunk a... Hopp, második körbe. Vigyázzatok. Menjetek. Trabbe, gyerünk. Fokozatosan, Noémi, mondd nekik a tempót. Na, hát bolondok háza ma. Belül van miniatűr, kívül tropikál marun. Nagyon jó, és Róka Rudi itt mögöttük. Ez az tökéletes. Ő a Csikó, a hátsó. Tudom, mi van itt. Húha, jönnek ezek hárbé. Jó, volt. Ezek el vannak. Itt, hát nem-e ők itt, akik pályamunkások? Hát ők beültek itt a fája, vagy a fa alá. Na, hogy állunk a következőkben, mert bolondok háza ma? Várj, Eptirűt megvolt. Ha nincs. Hát nem tudok mit csinálni, nem tudok lovat varázsolni. Ez jó megy, mi? Jó. Jó van, kicsim. Ez jó volt, ti sokat jöttetek. Tessék? Ez jó, ebben semmi baj, ők jöttek sokat. Mondtam, hogy brigikém, nincs tempóérzéked? Soknak tűnt, fogó izé a pálya, pörgős nagyon. Tudom, hogy telekézből jöttetek, de ők most voltak sinessek. Ez? Igen? Majd talán pénteken megyünk is. Nem, dehogy is, ha most mentél volna egy galocsaszta is. Nem, semmi probléma, jó az. A két eleje volt nekem egy kicsit több. Mamika? Ha jó, ha nem lehet mindig munkába, hogy... Tessék? Berakjuk. Hát nincs vész, csak még kellett volna egy... Ezt jövő hét kedden adtam volna ezt a tempót, mint amit most egy héttel előtte adtunk neki. Ugye, mert tudjuk, hogy nemrég le voltak állítva. Aztán trappolások voltak. Tehát ez már egy fogott vadász volt. Csak egy gyengét kellett volna. Szerintem a Bakos 54. Nem tudom. Hát a izé akarja, Kozma visszakéri. De hát. Gurnit engedtetek? Hogy megy a francia? Na ő az, amit meséltem, a 3000-es. A második. Ugyanaz kicsi, mint tegnap. Aha. Hát majd mögötte fogok menni. Jó. Hát úgyis még lemossátok, lemennek a gyors melók addigra. Érted? Volt a kézbe, nem? Egyenesen ment, korrektül, lehet fogni. Csak mondom, egy picit kellett volna gyengébben, de katasztrófa azért remélem nincs. Vagy nem lesz.
Igen, döbereg a talaj. Ti is jöttetek, így ne aggódja. Fogva, ezek meg már ostoroznak, hallod? Cucikák, nyugi! Gyönyörű. Na mi van, ott megállunk? Pláne a kanca ott van, az soha ne enged. Radikálisan abban a pillanatban dirdúr jobbról balról, mert csak gondolkodik, és ha behergeli magát, már megy is rá, és onnan már le nem veszed. Olyan, mint én. Kancát lát, hagynak egy kicsit. Oda szagolt, ennyi. Erre mondjuk, hogy a déli cél rásegít, az orkán nem fúj le róla. Na, az se enged, hello. Téged a nőkre? Ez az, Noémi, már előbb kellett volna gondolkodnod egyet. Ha nem megy egy, megy a másik. Jó van. Lemosni őket. Kis pónika, jó van, azt mondod. Gutni enged? Meg volt a gutni engedés? Mehettek is, ha is kettőt még gyertek, hallod, a izi Tóbin ott a gyöpön. Jó, kettő sét, amíg kell nekik, ám szuszognak azért. Még nem nagyon szuszognak, de... De mindegy, kell nekik. Jó, kettő még a gyöpön séta. Élénken utánuk, ne maradjatok el a por miatt, pláne. Ja, na az a, hát akkor nem tudom. Hát igen, ez most ilyen lat volt. Katasztrófa nincs, de ez a por, ez katasztrófa itt a bejáratnál, pláne. Gurtni enged kettő, még a Tóbin haza lemosni. Elmények egy kaféra, jó? Oké. Az nincs már messze, most már tudod is, hogy...